nem mérhető vérvétellel. Inzulin, cukoranyagcsere, keringés, csontritkulás. Kult szerepe van. Gyakran használt gyógyszerek kiürítik. Ha van elég, nem szívódik fel. Ha kevés van, jobban hat. Nehéz túladagolni. Az emberek többségében nincs elegendő. Ebben a halban nem sok van. A magnézium rengeteg féle van, melyiket szedjem. A válasz nem egyszerű. A napi hivatalosan javasolt mennyiség férfiaknál 420 mg, nőknél 320 mg. Mennyi magnéziumra van tehát szükség naponta, ha pótolni akarjuk kapszulákkal? Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyi magnéziumot ír a címke. Az igazi kérdés, hogy mennyi felszívódott magnéziumot célozzunk meg. Legalább napi 400 mg magnézium felszívódása legyen a cél. Ez tehát nem ugyanaz, mint, ami a, mint amit a címke mutat. Ha valaki migrén könnyen 600-ra vagy többre is szükség lehet. Ha valaki alkohol fogyaszt, akkor még több kell. És persze a magnézum okozhat hasmenést arra érzékenyeknél, ha ilyesmi lép fel, akkor lejjebb kell menni vele. Ennek kialakulása attól is függ, hogy melyik fajta magnézum kiegészítőt szedi valaki. Az emésztőrendszeri mellékhatás ugyanis fajtától függően eltérő, és bár azt mondjuk, hogy a magnézumot szinte nem lehet túltolni, azért oda kell figyelni. Ne feltételezzük, hogy azért, mert vény nélkül kapható valami teljesen biztonságos. Extrém példa a paracetamol, hogy ez vény nélkül kapható, ez egy halálos gyógyszer, már az ajánlatodag tízszeresénél is két-három napon belül meghalsz. Miért mondjuk mégis a magnézumra, hogy szinte lehetetlen túltolni? A magnézium bizonyíthatóan biztonságosabb, mintha a nátriummal és a káliummal játszadoznánk. A nátrium nagyon fontos a plazma ozmolalitásának a szabályozásában, és azt is szabályozza, hogy mennyi víz van a sejtekben és azok körül, így a túl sok vagy túl kevés nátrium nagyon problémás lehet. Egyik oldalon vannak az egyen sok sótos a másik oldalon pedig a nagy melegben erőteljes izzadáskor sima vizet inni, az se egy túl jó dolog, amikor nyilván sóvesztés van. A kálium pedig fontos szerepet játszik a sejtek közötti elektromos töltés különbség szabályozásában, így a túlsok vagy túlkevés kevés problémát okoz. A magnézummal nincs ilyen probléma, sokkal nagyobb mozgástérrel rendelkezünk a bevehető mennyiség tekintetében, és nem vesz részt a nátrium és a kálium esetén elmondott folyamatokban. Amikor a legtöbb ember túlzásba viszi a magnéziumszedést, hamar rá fog jönni, de nem azért, mert szívritmus zavara lesz, hanem kirobbanó formába kerül a hasmenése. Nos hogy ezen túl vagyunk, nézzük meg, melyek a magnézium kiegészítők különböző formái, és mire használjuk ezeket. A magnézium kiegészítőknek számos forma létezik, ezek biológiai hozzáférhetősége vagy felszívódása jelentősen eltér egymástól. És itt meg is állhatnánk, mondván, hogy egyszerű ez, a nem jó felszívódású vagy rosszul hasznosuló fajtákat kukába, felejtősek, ezt gondolja az ember csípőből, mert ez az elv általában működik. A helyzet nem ilyen egyszerű. Annak eldöntése, hogy melyikre van szükség, annak a függvénye, hogy megértettük-e, mire van szükség, miért van szükség a magnéziumra. Lehet például, hogy akár kettő vagy több különböző magnézium kiegészítőt szedünk. Létezhet ilyen? Létezhet. Nos, ásuk magunkat bele ebbe általánosságban elmondható, hogy szerves és szervetlen fajtákra osztjuk fel a magnézium készítményeket. A súlyemelők emelés előtti bemosakodásából jól ismerjük a magnézium karbonátot. Ez belsőleg kevésbé használatos. Kiegészítőként a magnézium két leggyakoribb szervetlen súlya a magnézium oxid és a magnézium klorid. Érdekes módon a magnézium klorid nagyon jól felszívódik, és lassan halad át a gyomorbél traktuson, míg a magnézium oxid nagyon rosszul szívódik fel, szinte alig tartalmaz elemi magnéziumot, korlátozott a biológiai hozzáférhetősége, de vitathatatlanul a legjobb eszköz a bélműködés szabályozására. A spektrum másik végén vannak a szerves eredetű magnézium vegyületek, például magnézium glicinát, magnézium citrát, laktát, maleát, taurát és még egy-két másik. Ezek általában nagyon jól felszívódnak, ezért a magnézium klorid mellett jellemzően ezekhez fordulunk magnéziumpótlás céljából. Az élelmiszerekből történő felszívódás nagyjából 25 és 75 között van, és ez az, amit általában látunk a szerves források esetén is. Amikor szerves magnézium forrást veszel, azt start szem előtt, hogy bármilyen mennyiségű magnézium van feltüntetve a dobozon, annak csak 70-80 százalékát kapod meg valójában. De van itt még egy bökkenő. A felszívódás kis adagokban jobb, mint nagy adagokban. Tehát, ha bevesz, beveszünk egy ilyen 500 mg-os magnézum citrát tablettát, optimista módon azt várjuk, hogy hát akkor valahol 350-400 mg magnézumot kapunk belőle valójában, ugye, hogy 80% szívódik fel. Egyben bedobva, mert ez lesz az eredmény, ha viszont az 500 mg magnézumot napi 3-4 étkezésre elosztva vesszük be, jobban közelítünk az elvárt felszívódáshoz. Ezért célszerű a magnézium kiegészítőt naponta legalább két részletben bevenni a felszívódás növelésére vagy maximalizálására. Na de melyiket? Hát márkákból nincs hiány, ha online magnéziumra rákeresel, rengeteg oldal fog bejönni. Itt van egyébként egy táblázat a magnézium leggyakoribb formáival. Ezek a szervetlensók, a magnézium-oxid és a magnézium-klorid. A tipikus adagok, amiket látni lehet, 400-500 mg az oxid változatban. Ha bevesz valaki egy 400 mg magnézum oxid tablettát, akkor ebből csak 16-20 mg magnézumot kap, és bizonyos embereknél még ettől is sok emésztőrendszeri zavar lesz. Ha az organikusokat nézzük, a legelterjedtebb a citrát és a glicinát, ott láthatók a tipikus adagok 150-től 500 mg. 100 és 400 mg, itt potenciálisan nagyon magas felszívódást találunk. Ne feledjük, hogy a felszívódás a magnézium aktuális szintjének a függvénye. Tehát ha már bőven van belőle, akkor arra lehet számítani, hogy sok magnézumot ürit ki széklettel az ember, nem fog bemaradni 80 Annak meghatározása, hogy mennyi kell kiegészítőből, hát ha megnézzük, hogy mennyi magnézium van az élelmiszerekben, láthatjuk, hogy mennyi magas magnézum tartalma ételt kell, hogy együnk. Optimistán tételezzük fel, hogy a szükséges mennyiség 50%-a bejön az ételből. a nézzük meg a táplálék kiegészítőket a hozzájuk kapcsolódó felszívódással együtt. Így ki lehet következtetni, hogy napi 5-600 mg magnézum megvan-e. Könnyen meg lehet, hogy nem egyfajta magnézumkiegészítő kiegészítő kell, erről mindjárt mondok többet. A magnézium L-treonát egy másik szerves változat, amelyet azért fogunk külön is tárgyalni, mert egyedi a többi között. Ennek szintén a 80%-os a hasznosulása, de mégis akkor miben különbözik a magnézium L-treonát a magnézium többi készítményétől. A magnézium L-treonát, a magnézium nagyon magasan felszívódó formája, így a magnézium klorid mellett ott van a 80 plusz százalékos felszívódásban de nem ez, ami miatt különleges. Állatkísérletben azt találták, hogy magasabbra emeli a szérum magnézium szintjét, mint a magnézium klorid, de nem világos, hogy az ember is vonatkoztatható-e. Tehát nem azért beszélünk róla, mert valószínűleg ez a magnézium legjobban felszívódó formája, hanem az a tény, hogy jobban képes átjutni a véragygáton. Ezáltal nagyobb mértékben növeli a magnézium koncentrációját a cerebrospinális folyadékban, mint egyéb magnézium készítmény. A cerebros spinális folyadékban úszik az agy és a gerinc Tehát ez az a folyadék, ami ezeket körülveszi. Az egyik legfontosabb magnézum szükséglet a központi idegrendszerben van, ezért a magnézium eltreonátnak különleges szerepe lehet. A magnézum treonátból kb. 70%-kal több jut át az agyba, mint a magnézium többi legjobban felszívódó formáiból. Mit tudunk arról, hogy vajon, vajon jelent ez valamit az alvással, vagy a kognitív folyamatokkal kapcsolatban? Van-e kézenfogható előny annak, hogy az eltreonát képes átjutni a véragygáton? Néhány korábbi adat arra utal, hogy a magnéziumtreonát ténylegesen késlelteti az enyhe kognitív károsodásban szenvedő betegek demenciává történő előrehaladását, progresszióját. Később pedig egy 2016-os tanulmány olyan 50 és 70 év közötti felnőtteket vizsgált, akik kognitív károsodásra panaszkodtak. A tanulmány célja a szorongás csökkenésének kimutatása volt, de nem volt cél a kognitív tesztek javulása. Azt nem figyelték. Bár mind a magnézium, mind a kontrollcsoportban csökkent a szorongás, nem volt statisztikai szignifikancia a csoportok között. Igen ám, de a magnézium viszont jelentős javulást ért el az egyik kognitív tesztben, amelyet a 12. hét után is megtartottak. Tehát az eredményt a javulás 12 hét után is fennmaradt. Érdemes megegyezni, hogy ebben a vizsgálatban az adagnapi másfél-két gram volt. És nagyon fontos ez, mert ennek az anyagnak az adagolása zavar keltő. A magnézium eltreonátot sok különböző márkanévben forgalmazzák, de mindegyik tartalmaz valamit, amit magteinnek hívnak, és ebből lehet tudni, hogy tényleges magnézumeltreonátot veszel. Jellemző napi három nagy kapszula, ami legalább két gram magnézumeltreonátot jelent. A vizsgálatban is ennyit adtak. De figyelembe kell venni, hogy ez a lóadag mindössze 144 mg magnézumot tartalmaz csak, a két gramnak a nagy része az eltreonát. Ez a transporter anyag, amely fokozza a magnézium szelektív felszívódását és bejutását a cerebrospinális folyadékba. A vizsgálatban részvevő valamennyi ö, ember korábban enyhe kognitív károsodásban szenvedett a tesztek alapján, de a magtreonát csoport javulása valóban látható volt, annak ellenére, hogy nem minden teszt típus esetén volt meg a statisztikai szignifikancia. Volt statisztikailag szignifikáns eredmény is egy másik kognitív összetett pontszámban, amely négy másik kognitív tesztet kombinált. 2022-ben egy tanulmány készült száz egészséges kínai felnőtt bevonásával a 18 és 65 év közötti korosztályval tartozó emberek vizsgálata azt mutatta, hogy a 45 év feletti résztvevők memóriája jelentősen javult, a magnézium traonát használatával, még a fiatalabb résztvevőknek jóval kevesebb javulást hozott a készítmény. A legfigyelemre méltó eredmény az úgynevezett memória hányados vagy MQ kogníciós pontszám volt, amely, amelyet korhoz és iskolai végzettséghez igazítanak, hogy a csoport tagjai összehasonlíthatók legyenek. A magtein csoport drámai javulást ért el a memória hányados vonatkozásában. Kérdés persze az, hogy valóban egy igazi kogníció erősítő a szer, amiből mindannyian profitálhatunk függetlenül életkortól, betegségtől, nemtől, stb. Vagy csak akkor hasznos, ha magnézum hiányos vagy, esetleg csak akkor válik be, ha bizonyos kor fölött vagy, netán csak akkor előnyös, ha valakinek tényleges kognitív károsodása van. Ezekre a vizsgat nem adott választ. Bár még sok mindent kell ez irányba kutatni, de a magnézum egy jó alternatíva lehet idősebb embereknek. Kockázati szempontból a legnagyobb kockázatnak a buksa van kitéve. Ezek a magnézum treonát kiegészítők nem olcsók a hagyományosabb magnézum kiegészítőköz képest. Összefoglalva, a magnézium nagyon fontos, és valószínűleg nem véletlen, hogy több száz, hanem még ennél is több étrend kiegészítő áll rendelkezésre. Az a szerencsénk, hogy nem nagyon lehet túltolni, és a legrosszabb, ami történhet, hogy fájni fog a hasad, esetleg hasmenésed lesz. Általánosságban elmondható, hogy a magnézium kiegészítőket két kategóriába soroljuk, hogy a szerves-szervetlen és a legtöbb biológia jó, hozzáférhető, akár 80%-ban is felszívódik, a magnézium oxid kivételével, amely elsősorban a bélműködés szabályozására és nem magnézium pótlásra használható. És alapvetően az, hogy melyiket veszed, attól függ, hogy mennyi bélrendszeri mellékhatást tudsz elviselni. Én kétféle magnéziumot szedek, reggel és délután magnézium treonátot, Este pedig két kapszula magnézium glicinátot a jó alvás érdekében. Hát, nektek is jó éjszakát kívánok. Hogyha szeretnétek látni az alvással kapcsolatos videóimat, hiszen erről volt szó legutoljára, akkor kattintsatok ide. Köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát!